Csengerben 2015-ben még csak terv volt a bővített járási hivatal, mára azonban valósággá vált. A fejlesztés célja, hogy elégedettek legyenek az állampolgárok. Ennek egyik legfontosabb eszköze az egységes szakmai képviselettel működő modern hivatali intézmény. Az ezt szolgáló beruházás hazai forrásból valósult meg. Csengerben folyamatos a bővülés, folyamatos a fejlődés. Tavaly évvégén adtunk át egy energetikai beruházást, amely nem ezt az ingatlant, hanem a csengeri foglalkoztatási osztályt érintette, és most pedig újra itt lehetünk, ami egy óriási öröm. 50 millió forintból építettünk erre az ingatlanra egy tetőt, amit kialakítottunk úgy, hogy ott irodák állnak a kollégák rendelkezésére, valamint az épületet azt fel is újítottuk. A hivatal felújításával sokkal kulturáltabb, modernebb épületben tudják fogadni az ügyfeleket a szakemberek, és a zsúfoltság is megszűnik. 144 négyzetméteren valósult meg a tetőtérnek a beépítése, amely 6 irodát takar, kiszolgáló helyiséget, konyhát, vizes blokkokat, valamint megújult az egész épületnek a vizes blokja, fűtési rendszere és az informatikai rendszere is. Így gyorsabb és hatékonyabb lehet az ügyintézés, valamint a dolgozók komfortérzete is javul. A hivatalban 31 fő dolgozik főállásban, közülük 21 szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A hivatal bővítése nem csak az itt dolgozók és lakók számára fontos, a térség fejlesztéséhez is nagy mértékben hozzájárul. De nem csak ez segíti a fellendülést. Azt gondolom, hogy van egy nagy turisztikai, nagy Gates, aztán van életminőséget javító a belvízelvezető Szentvízcsatornák, vannak kehopposok, úgynevezett környezet és energetika felújítások, ami még folyamatban a középületeknek a felújítása, és van az államigazgatás szolgáló, a hátunk mögött lévő járási hivatalnak a tetőtér beépítése, ez egyszerre az állampolgároknak a javát, illetve az itt dolgozók életminőségét is javítja. A térség fejlődését Kövér László, az országgyűlés elnöke számadatokkal is igazolta. Megduplázódott a város költségvetése 2010-hez képest. 1,5 milliárdos adósságállományból mentette ki a központi kormányzat Csenged városát, aminek aztán az is lett az eredménye, hál' Istennek, hogy sokkal több fejlesztési forrás maradt meg itt a városban, hiszen nem kellett a kamatterheket évről évre a költségvetésbe betervezni. 4,2 milliárd forintnyi fejlesztési forrás jött az elmúlt két ciklusban ebbe a városba, ebbe a kis térségbe, és a jövőben is szándékozunk itt olyan fejlesztéseket támogatni, megvalósítani, amelyek az itt élőknek a munkához jutását segítik, az itt élők életminőségét segítik. Csak egyet szeretnék itt kiemelni, a bizonyos ideje húzódó beruházás is el fog kezdődni, itt a büntetés végrehajtási intézmény is meg fog valósulni, erre a miniszterelnök úr már az aláírását le is tette. Ahogy a csengeri buszpályaudvar építését is támogatja a kormány. Ennek a beruházásnak a munkálatai idén-nyáron kezdődnek, és a tervek szerint egy éven belül be is fejeződnek majd. Jelenleg az út szélén állnak a buszok, és vizes blokk sincs kialakítva. Ezt a problémát is orvosolják majd a központi területen épülő modern pályaudvarral. A lendületes fejlődést más fejlesztések is szolgálják. Az ipari parkot fogjuk fejleszteni, és az ipari park az egy közel 650 millió forintos visszanemtérítendő támogatás jelent, ahol már vannak olyan jelentkezők, akik betelepedtek az ipari parkba, vásároltak már területet, csak az infrastruktúrát kell hozzá megépítsük. Ez azért fontos itt Észak-Kelet-Magyarországon, mert gyakorlatilag a munkahelyek számát fogja bővíteni, és nekünk az a fontos, hogy minél több fiatalt itt tudjunk tartani. Ezért nem csak új bölcsőde épül a következő időszakban, hanem közvetlenül mögötte egy lakópark is, amely a településen dolgozó fiatalok lakhatását támogatja majd. A polgármester ígérete szerint kerékpárutat építenek ki Csenger belterületén, valamint a következő másfél évben a rossz állapotú útszakaszokat is felújítják.